Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket! Tegnap este a híradónkban láthatták azt az összeállítást, amikor délután még egy konferencián El Simon László szinte menekült a sok-sok riporteri kérdés elől. Nem mondok le, nem tudok semmit, nem is hallottam, hagyjanak békén, másról akarok beszélni, és hasonló kijelentéseket. Biztos nem volt könnyű helyzetben. Na, minden esetre már mindenki tudta szerintem ő is, hogy pénteken az a bizonyos előre meghirdetett bejelentés Balogh Zoltántól az arról fog szólni, hogy ki kivel cserél posztot, vagy ki kikerül majd a másik helyére, mert végülis posztot senki nem cserélt a másikkal. Úgyhogy El Simon László nem maradhat a posztján, aztán Kovács Zoltánnak új feladata lesz, Hoffmann Rózsától pedig elvették a felsőoktatást, röviden és tömören ennyi. Lakner Zoltán a vendégem, jó estét kívánok! Kezdjük, jó estét kívánok! Azért sikerült ezt megint szépen, intelligensen, ahogy mindig, minden kormány alatt úgy valakit elküldeni, vagy a posztját megfelezni, hogy érdemeinek a nagyon elismerése mellett. Tehát, hogy ennyire jó szakember még soha nem volt. Akkor meg mi mondhatjuk le? Miért váltjuk le? Mi lehetett a igazi ok? Ön mit tud, vagy mit sejt? Nem akarnék én a kelleténél szarkasztikusabb lenni, csak Neil Armstrong híres mondásának a megfordítása jutott eszembe, tehát, hogy ez egy nagy lépés El Simon Lászlónak, de azért egy kis lépés az emberiségnek. Nem hiszem, hogy ennek önmagában olyan jelentősége volna. Nyilván El Simon László, ezt el szokták róla mondani, igyekezett a lehető legjobb viszonyt kialakítani a kultúra szereplőivel, de hát azért mégiscsak az ő államtitkársági idején történt meg a Nemzeti Kulturális Alap teljes enystandolása, teljesen kézivezérlésűvé alakítása, vagy például a Nemzeti Színháznak a pályázata is az ő államtitkársága idején zajlott le azon a módon, ahogyan lezajlott. És ez kinek nem tetszhetett a kormányban? Tudtam, hogy ezeket fogja kérdezni, és gondolkodtam, hogy mit lehet erre okosan válaszolni, ez kicsit kremlinológusnak kellene lenni, hogy ki hányadik helyen állt a főtitkár mellett a Melvéden november 7-én. Nyilván vannak belső torzsalkodások, az egész fideszes kormányzásnak az egyik legalapvetőbb jellegzetessége, hogy megtöbbszörözött struktúrák vannak, tehát hogy van államtitkárság, úgy van Magyar Művészeti Akadémia, de hát ezt egyébként csinálják az egyetemekkel, csinálják az agrárszervezetekkel, egy csomó területen ez létezik, és nyilván a különböző ágazatok, irányvonalak között van rivalizálás. Én ezt sokkal inkább ennek tudom be, és hogy elindult, illetve hogy bekövetkezett most ez a változás, ez nyilván valamilyen belső konfliktusnak a következménye, de azért kezdtem ezzel a szemtelen mondattal a mondandómat, mert hogy a kultúra irányítását illetően attól tartok, hogy különösebb változás, pláne pozitív változás ettől nem fog bekövetkezni, tehát ugyanúgy fönnmarad ez a minimum duális struktúra majd, és a Fidesz ugyanúgy nem fog kivonulni ebből az életből, sőt, hát ha megnézzük a Szőcs Géza helyére lépő El Simon Lászlót, majd az ő helyére belépő Halász Jánost, akkor teljesen egyértelmű, hogy a Fideszhez szorosan kötődő, tehát még csak emberek, tehát még csak eltáncolva sincs az, hogy itt a Fidesztől független személyiségek töltenik be ezt a bizonyos pozíciót. Így aztán én szerintem a kulturális életre gyakorolt hatása ennek a változásnak elég minimális lesz. Lehet, hogy a személyes viszonyok fognak romlani vagy javulni, de egyébként az alapvető képlet az nem fog megváltozni. Hát akkor ebből kiindulva, én is azt gondolom, hogy ez így van, és így is lesz, de ebből kiindulva, akkor viszont valamelyik riválissal gyűlt meg a baja El Simon Lászlónak. Na most nem hiszem, hogy a Nemzeti Színház élére való pályázat és kinevezés, tehát hogy ott az valakinek az akarata ellen lett volna a kormányon belül, akkor csak arra tudok gyanakodni, amit György Péter már itt az egyenes beszédben hetekkel, vagy talán már hónapokkal ezelőtt is mondott, hogy az egész Magyar Művészeti Akadémia az bizony El Simon ellen lett létrehozva. Tehát, hogy akkor ők bizonyultak erősebbnek az a szoptatott kisbaba, meg iskoláig elvisszük, de inkább ebből még nem idézek többet ebből az interjúban. Ez könnyen lehet, hogy így van. Bizonyos értelemben azért igyekszem óvni is magam ezektől a kérdésektől, mert persze nagyon fontos a Fidesz belső működését, illetve a kormányzat belső működését, illetően, hogy mi zajlik odaben, és hogy milyen típusú rivalizálások zajlanak, de tényleg őszintén szóval ennek a külvilágra gyakorolt hatása az meglehetősen minimális. Ez mondom, személyes kapcsolatokat, hálózatokat, networköket, ez nyilván át fog alakítani, ki kihez van bekötve, éppen mi a súlya az államtitkárságnak és a Művészeti Akadémiának, amit Fekete György vezet, de sajnos ez alapvető változást nem fog hozni a kulturális kormányzatnak a
a tevékenységét illetően, meg ennek a kultúrharcnak az erejét illetően. Igen, bár ha belegondol, rangsoroljuk a különböző nagy ágazatokat, hogy nagyon-nagyon fontos az egészségügy, mert mindannyian részesei voltunk, vagyunk, vagy leszünk, lehetünk. Ugyanígy az oktatás részesei voltunk, gyerekeink lesznek, ismerősünk jelen időben részese. Na, de hát ugyanez a kultúra is. Tehát akkor mondjuk azt, hogy ez maga a szellemi táplálékunk, tehát hogy egy nemzetnek a kultúrája és a kultúrpolitikája, hogy milyen irányba készülnek-e filmek. Kérdés, ne esik, nem a kultúrát szeretném volna lebecsülni, egy másodpercig sem. Értem, csak hogy nem olyan kislépés ez valószínű az emberiségnek sem, mert hogyha maradok a példánál, egyáltalán nem mindegy, hogy hogyan alakul a kultúra helyzete, a kultúrpolitika Magyarországon, de valószínű, hogy semmi változást nem fogunk észrevenni. Hát attól tartok, hogy így van, nekem volt szerencsém kormányértékelő tanulmányokat írni 2011-ben és 2012-ben is, és szerintem lesz szerencsém, most már kaptam felkérést 2013-ban is, most már 3 évet értékelni, és hát nyilván a kormányzati struktúra, illetve a kormányzat működését illetően ez egy fontos példája lesz annak, hogy milyen belső villongások mentén próbálják egyébként ugyanazt a fajta politikai irányt és ugyanazt a politikai szerkezetet továbbvinni, és hát ebben a politikai szerkezetben a legfőbb döntéshozó az nyilván Orbán Viktor, illetve hát annyi csavar van ebben a sztoriban, hogy ugye mivel tavaly óta Balogh Zoltán személyében egy jóval erőteljesebb politikai befolyással bíró miniszter van ennek a területnek az élén, ezért nyilván neki van egy sokkal markánsabb végrehajtó szerepe, mint amilyen korábban Réthei Miklósnak volt, de hát ettől még az alapképlet, még egyszer mondom, az teljesen azonos marad. Balogh Zoltán azt mondta, hogy véleménykülönbség vezetett végül is a lemondásához, illetve az elküldésére, leváltásához. Hát azt is el lehet képzelni, csak mondom, ez szegény állampolgárokat, minket nehezen visz előre. Persze ez fontos tudni. Azt is el tudom képzelni, hogy Elsimon László egy sokkal ambiciózusabb államtitkár volt, mint amilyet mondjuk Balogh Zoltán, aki egy ambiciózus miniszter, szívesen látott a saját minisztériumán belül. És milyen lesz majd az új államtitkár? Milyen lesz Halász János? Mit gondol? Hát Halász János volt már kulturális államtitkár. Emlékszem, meg frakciódaszkató is. Igen, az első Fidesz kormányzás idején. Hát azért őt mondjuk egy autonóm kulturális politikusként, vagy kultúrapolitikusként jellemezni, az én azt gondolnám, hogy egy barokkos túlzás volna. Tehát azért az ő szerepe alapvetően valóban az, hogy a Fideszhez kösse ezt a területet, és szerintem az ő politikai állásából következően az a fajta politikai lojalitás, amit talán Balogh Zoltán hiányolt, mármint a személyes politikai lojalitás, amit talán Balogh Zoltán hiányolt Elsimon Lászlótól, vagy Elsimon Lászlóból, az sokkal nagyobb valószínűséggel elő fog állni. El tudja képzelni egyébként, hogy Balogh Zoltánnak volt baja Elsimon Lászlónak, és Lászlóval, és nem személyesen Orbán Viktornak. Tehát ebben a kormányban, ebben a struktúrában, tudom, a mai rádióinterjúban mit mondott Orbán Viktor, hogy szinte 8 pici miniszterelnök van, annyira önállóak a minisztériumok vezetői, de hogy az ő akarata ez. Biztos, hogy az ő akarat ellenére ez nem mehetett volna végbe, mármint Orbán Viktor akarat ellenére. Azt el tudom képzelni, erről van némi benyomásom, vagy véleményem, hogy Balogh Zoltán van annyira befolyásos minisztere ennek a kormánynak, hogyha neki van egy ilyen típusú személyi problémája, akkor ő azt esetleg keresztül tudja vinni a miniszterelnöknél, de hangsúlyozom, hogy ez a kremlinológus énem, tehát hogy ki hol állam elvéden, én ezt feltételezem, hogy akár ez is lehetett, vagy lehet egy magyarázat. Hoffmann Rózsa, akkor menjünk sorba, ki mibe bukott bele? Azt nem tudom, hogy Hoffmann Rózsa belebukott-e konkrétan ebbe a dologba. Persze bizonyos értelemben Hoffmann Rózsa egyébként már réges-régen megbukott, tehát most ez is egy olvasata a történetnek, hát azért ezek az átalakítások közel sem tűnnek annyira sikeresnek, mint amennyire ő ezt sikerpropagandával elő szokta vezetni. De alapvetően itt arról van szó, hogyha Hoffmann Rózsa bukásáról beszélünk, akkor szerintem Hoffmann Rózsa, hogyha kicsit szubjektív lehetek, valószínűleg nem abba bukik bele, amiért mondjuk én azt gondolnám, hogy meg kellene buknia, tehát hogy olyan a felsőoktatási és közoktatási koncepció, amilyen, most már csak a felsőoktatást vették el tőle, hanem igazából itt arról van szó, és itt érdemes egy pillanatra megállni, hogy a kormány számára nekem egyre inkább ez a benyomásom, nem igazán társadalompolitikai vagy szakpolitikai ügyek léteznek, ez egy olyan értelemben vett politikai kormányzás, hogy a miniszterelnök számára elintézendő politikai ügyek vannak. Most Hoffmann Rózsa politikusként nem tudta azt produkálni, hogy egy
az ország átalakítás alá vont egyik területen fönn tudja tartani a politikai békét, nem volt képes arra, hogy elcsitítsa a konfliktusokat. A kormány ahhoz van hozzászokva, hogy ő csinál mindenféle dolgokat, néhány ezeren tüntetnek, és aztán abba hagyják. De inkább nem is tüntetnek. És az, hogy most már december óta én már a második hullámát éljük meg annak, hogy a felsőoktatásban érintettek középiskolásoktól fölmenően, hallgatókon keresztül az oktatókig tiltakoznak, ez egy politikai kudarca Hoffmann Rózsának, és szerintem... Ez még nem Balogh Zoltán politikai kudarca, hiszen már oly régóta ő folytatja az egyeztetéseket. Hát ezt kérdezem tőle, hogy miért pont ez a döntés született. Hozzáteszem, Balogh Zoltán előtérbe tolása is egy politikai eszköze volt a kormányzatnak, tehát az egy elég látványos fordulat volt, amikor decemberben Hoffmann Rózsa kezéből kivették ezt az egész tárgyalási folyamatot, és odaadták Balogh Zoltánnak, aki egyébként föl is tudott mutatni egy részmegállapodást a hallgatói önkormányzattal. Most úgy tűnik, hogy Hoffmann Rózsa helyére jön egy olyan volt rektor, akiről el lehet mondani, hogy ő a felsőoktatás világából érkezik, másfelől, aki ismeri korábbról Klinkhammer Istvánt, illetve meghallgatja az elmúlt napokban tett nyilatkozatait, akkor azért azt tapasztalhatja, hogy Klinkhammer István, én többet mondok, Klinkhammer István egy kifejezetten kemény vonalas vezetőnek tűnik, aki szerintem sokkal erőteljesebben föl fog lépni a hallgatókkal szemben. Hoffmann Rózsa inkább személyében érezte magát megbántva a tiltakozásoktól, míg Klinkhammer István ezt az egész tiltakozási folyamatot, igen, Klinkhammer István ezt az egész tiltakozási folyamatot gyermekdednek, és még nem tudom micsoda jelzőkkel illette, cintányéros, cudar, világ, mindenfélének mondta ezt a dolgot, tehát én szerintem még a korábbinál is jóval kisebb tárgyalási szándék fog megmutatkozni a felsőoktatási államtitkárságtól, és arra lehet számítani, hogy ezt az érdekképviseletek megosztására és az együtt nem működőknek a megbüntetésére irányuló, nagyon jól kitapintható kormányzati hatalom technikai működési módot az új felsőoktatási államtitkár még erőteljesebben fogja képviselni. De ennek akkor politikailag meg mi értelme, hogyha az egyébként akar a miniszterelnök. De hát ebből nem lesz csend, hogyha a kompromisszum készebb Balogh Zoltán nem tudott csak rész megállapodást kötni, ami abban a helyzetben egy komoly előrelépés volt, de mégis az egésztől még odébb van. Akkor egy kemény vonalasabb államtitkár, hogyha ő veszi át a tárgyalásokat, és semmiből nem fog engedni, hát a diákokat, ahogy megismertem, ők se fognak engedni. Ezzel én egyetértek, tehát attól, hogy van valakinek valamilyen szándéka, az nem biztos, hogy megvalósul, viszont az a kormányzati szándék szerintem elég jól látható, hogy megpróbál a hallgatói hálózatot egy ilyen szélsőséges, radikális valamiként beállítani, megpróbálják ilyen módon elszigetelni az egyetemi érdekképviseletek minden más ágabogától. Ővelük ezért mondjuk szerintem, feltételezésem szerint egy kemény vonalas államtitkár egyszerűen nem fog szóba állni, és megpróbálja ezt a néhány ezer fős kitartóan tiltakozó csoportot olyan mértékben elkülöníteni a többiektől, hogy valóban ne legyen befolyásuk az eseményekre, és a többiekkel megpróbálnak majd valamilyen megállapodást kötni, illetve hát ahogy a kormány szokott megállapodni, hogy ahogy a hőkkal is megállapodott, majd az alaptörvénybe készül beleírni a kormány a hallgatói szerződést, hát valószínűleg ilyen típusú és ilyen minőségű megállapodások. Én is ezt gondolom, én csak azt próbáltam itt elemezni, hogy a kormánynak valószínűleg milyen szándékai vannak ezekkel a váltásokkal. Nem lesz kormányátalakítás, azt mondta a miniszterelnök, mert a kormányátalakítás az miniszterek csereberéje. Az miniszterek csereberéje vagy sem, hogyha egy eddigi főtárgyalónak már nincs kivel tárgyalnia, mondjuk nem is tárgyaltunk hivatalosan senkivel, tehát akkor ő belőle miniszter lesz. Az nem miniszterek csereberéje. Még a cserebére kifejezésnél hagyjak még egy kicsit, szóval én el nem tudom képzelni, hogy bármelyik korábbi Orbán Viktor megelőző miniszterelnök a saját miniszterei sorsával kapcsolatban azt a kifejezést használta volna, hogy cserebere. Azért én szerintem ez olyan mértékű degradálása a saját miniszterének, amire egyetlen korábbi miniszterelnök se vetemedett volna, és ezzel szerintem Orbán Viktor ki is fejezi azt, hogy neki milyen viszonya van az ő saját kormányával. Hát, tehát alárendeltjei vannak ebben a kabinetben, és nem munkatársai. Meg nyolc kicsi miniszterelnök van, mint ahogy megtudtuk ma Orbán Viktortól. Szóval, hogy a cserebere, akkor értem, hogy mire gondolt, hogy miért ezt a kifejezést használta, és ez miért ciki, hogyha egy főtárgyalóból miniszter lesz, az nem miniszterek csereberéje, hogyha egy miniszterből jegybankelnök lesz, az sem miniszterek csereberéje, mert a jegybankelnökből meg nem lesz miniszter, úgyhogy
elképzelhető, hogy igazat mondott a miniszterelnök, és mégiscsak Matolcsy György lesz a jegybank elnök. Volt már, jaj, értem, hogy mire szeretett volna kiukadni. Ugye ilyen típusú, majdnem kormány átalakítás volt már 2011 végén, amikor Fellegi Tamás benne maradt a kormányban, de úgy, hogy miniszterből lett belőle egy tárcon nélküli miniszter, majd becsúszott a helyére egy fél évvel később Varga Mihály. Hát kormány átalakításnak általában azt szoktuk tekinteni, amikor valamilyen koncepció, akár csak egy hatalompolitikai koncepció mentén a miniszterelnök átmozgatja az ő minisztereit, és van, aki kikerül, van, aki bekerül, van, aki más helyre kerül, és ettől az egész kormányzatnak a struktúrája, a rendje átváltozik. Mondjuk Balogh Zoltánnak a bekerülése a kormányba egy évvel ezelőtt az sokkal inkább egy ilyen koncepcionális váltás volt. Sok minden elképzelhető, ugye az ember azért él a gyanúperrel Matolcsy György Nemzeti Bank élére történő megérkezése kapcsán, mert hogy mi a csodától tartana annyira a magyar kormány a piaci, pénzpiaci mozgásoktól, hogyha valami olyan embert szeretne kinevezni, akit a pénzpiacok szeretnek, vagy várhatóan kellő megnyugvással fogadnak, akkor olyan nagyon nem kellene titkolóznia, tehát az ember hajlamos azt gondolni. Ha a miniszterelnök erőlteti, én egyébként, tehát ez a mondat, hogy az miniszterek csereberéje, na ilyen remegő nem készül, és ettől megnyugodott a piac, hogy akkor mégse. Szerintem ez egy nagyon jól előkészített mondat volt, hiszen nem a miniszterek csereberéjéről lesz szó, ha az egyikből jegybankelnök lesz, a másik, aki nem miniszter, aznak betölti a megüresedő posztot. De mindegy, de miért ragaszkodik ahhoz a miniszterelnök, ha alapos a feltételezésünk, hogy ragaszkodik, hogy Matolcsy György legyen a jegybank elnök? Hát szerintem nap mint nap láthatjuk annak a megnyilvánulását, hogy Orbán Viktor egyetért a Matolcsy György által képviselt. Mondta, példátlan sikereket ért el. Hát ennyi, tehát én gondolom, hogy ezekre a példátlan sikerekre számítana esetleg a Nemzeti Bank, akkor is, ha a Nemzeti Bank élére helyezni Matolcsy Györgyet, de hozzáteszem, ha nem Matolcsy György lesz, mert nem csereberélnek a kormányban az új jegybank elnök, akkor is arra lehet szerintem számítani, hogy egy Matolcsy György jellegű, klón. Hát ha nem is klón, nem akartam, ezúttal nem akartam ennyire szemtelenkedni, de hát nyilván egy olyan embert szán oda a kormány, akinek a tehát nem az ellenségét. Hát igen, hát a kormány szeretné befolyásolni a monetáris politikát, hát magyarul megmondva ez a helyzet, és nyilván nem fog oda egy olyan típusú független szakembert kinevezni, akinek a neve hallatán föl lélegeznek a különböző pénzpiacok és gazdasági szakemberek, és aztán a kormány meg szívja majd a fogát, hogy nem tud olyan módon hatást gyakorolni a kamatpolitikára, hogyan azt szeretné. Tehát ilyen értelemben megint csak azt kell mondanom, hogy szinte majdnem mindegy, hogy ki lesz a Nemzeti Bank elnöke, itt is nyilván vannak picit jobb, meg picit rosszabb verziók, de hát a döntő mégiscsak az, hogy Orbán Viktor szeretné a monetáris politikát a lehető legnagyobb mértékben kontrollálni, és aztán, hogy ő mennyire nagy távolságra hajlandó ezügyben elmenni, az leginkább az ő szándékaitól függ majd, és nem attól, hogy mennyire lesz autonóm ez az új jegybank elnök. De akkor tévednek a frankfurti elemzők, melyek közül az egyik ma azt írta, hogy ha Matolcsy György lenne a jegybank elnök, akkor az maga lenne a horror. Mert gyakorlatilag tehát mindegy, hogy ki lesz, az biztos, hogy egy elvárt monetáris politikát kell majd folytatnia. Horrorfilmek között is van minőségi különbség. Ja. Ezt már így tovább gondoltam, de inkább nem mondom. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.